Március 23-án képviselőtestületi ülésen a Ne felejts idősek otthonának éves beszámolóját is meghallgatták, elfogadták, milyen tervek vannak még erre az évre, illetve visszatekintve, hogyan értékelné a 2021-es esztendőt. A 2021-es esztendő tulajdonképpen ott kezdtük meg, ahol a 2020-as esztendőt abba hagytuk. Már akkor az intézmény 5 hónapja lezárás alatt állt, teljes látogatási és kijárási korlátozás volt, de ugyanakkor már a média segítségével megkaptuk azt az információt, és utána a szakhatóságok is értesítettek bennünket, hogy az egészségügyi dolgozók oltását követően az idős otthonok lakói fognak következni, és erre sor is került elég hamar, tehát mindjárt az év elején, februárban, illetve majd a második oltást egy hónappal később megkapták lakóink, és ez már adott egy kis fénysugárt abba az irányba, hogy hamarosan megnyithatnak az intézmények. Mégis aztán ez egész május elejéig eltartott, anyák napjára nyithatott meg az intézmény, és ezt nagy örömmel fogadták a lakók is, a dolgozók is, hiszen ez mind fizikálisan, mind mentálisan igen megterhelő volt számunkra. Nehéz volt ez az időszak, de azt kell, hogy mondjam, hogy összességében a lakóink nagyon jól viselték ezt az időszakot. A demens ellátottainknál lehetett legjobban észrevenni, hogy ők nehezebben viselik ezt az időszakot, de szerencsére túljutottunk úgy, hogy nem került sor kórházi kezelésre, tehát emiatt nem kellett senkit kórházba szállítani. Én azt gondolom, hogy nagy köszönet jár, és ki is használtam ezt az alkalmat, hogy munkatársaimnak megköszönjem a munkáját. Nagy fizikai és lelki erő kellett ahhoz, hogy ezt az időszakot ők végig dolgozzák. Ráadásul nehezítette még az a tény is, hogy a dolgozók körében is előfordult megbetegedés, és csökkentés számmal kellett heteken, hónapokon keresztül vinni a műszakot, úgyhogy nagy-nagy köszönet érte. De azt gondolom, hogy így sikerült ezt az időszakot áthidalnunk, az köszönhető az ő szakmai elhivatottságuknak, a szakmai tudásoknak, és nem utolsó sorban a lelkiismeretüknek. Ebben az inge szegény időszakban, és nyilván kevesebb volt a lehetőség, mégis megkérdezném, hogy hogyan sikerült eleget tenni azoknak a terveknek, amit a tavalyi évre terveztek. Igen, tehát, mint ahogy az előbb mondtam, hogy nagyon vártuk, hogy megnyithassuk az intézményt, és az legelső megfogalmazott cél az volt, hogy sor kerüljön egy tisztasági festésre, mert az már nagyon időszerű volt. És ez nem csak egy tisztasági festésről szólt, hanem egy kis környezetváltozást is hoztunk, mert igyekeztünk kis dekoratív festéssel, díszítéssel otthonosabbá tenni az intézményt. Ugye ez volt az első ilyen nagy feladat, amit sikerült megoldani. Hát ez több hétig tartott, úgyhogy hosszabb ideig voltunk fennforgás alatt, mint ahogy terveztük, de azt gondolom, hogy nagyon szép lett az intézmény. Azon felül nagyon sok más egyéb problémát oldottunk meg az év során. Kis intézmény vagyunk, kis helyiségekkel, kevés tárolási lehetőségekkel, és ezt próbáltuk optimalizálni. Itt különböző tároló eszközöket vásároltunk, tehát a konyhai raktárban került új polcrendszer, a mosókonyhában a tisztítószereknek zárható szekrényt tudtunk vásárolni, az ágyneműk elhelyezésére, ami a közigazgatás vagy a közegészségügyi szabályoknak is megfeleljen, polcrendszert alakítottunk ki a raktárban, úgyhogy ennek a problémának a megoldására is sikerült megoldást találni. Puskázok egy picit. Jó, nagy munka volt, és pont a tél közepén, a leghidegebb időszakban
romlott el a kazánunk, úgyhogy kazáncsere volt szükséges, de mind az önkormányzat, mind a városgazdálkodás gyors segítségnyújtásának köszönhetően ezt a problémát egy nap alatt sikerült megoldani, úgyhogy tényleg csak néhány órai hűvösebb időszakot kellett az időseinknek átvészelnie. Fürdetőszéket vásároltunk, ágyasztalt, heverőt. Vannak olyan bútoraink, amelyek már 20 évesek, tehát ennek a cseréje időszerű, ezeket így próbáljuk fokozatosan lecserélni. Egy kerti tároló került kialakításra, éppen az előbb említett tárolási problémák miatt. Hűtőszekrényt vásároltunk, mosógép vásárlására került sor. A nagy melegre tekintettel fára kaput, hogy az udvaron is kellemesebb legyen a tartózkodás. Úgyhogy sok kisebb problémát, nagyobbat is azt gondolom, hogy sikerült megoldani, amit elterveztünk a tavalyi évre vonatkozóan. Az elmúlt időszakban számos eseményen vehettünk mi is részt. Nagyon aktívak a bentlakók, nagyon szeretnek kézműves foglalkozásokon és egyéb eseményeken részt venni. Mi az, ami igazán felüdíti, ez felpesdíti a hangulatot ide bent? Milyen programok kerülnek még kiválasztásra erre az évre? Illetve bevonásra kerülnek azok, akik itt laknak, hogy mi az, amit szeretnének, mi az, amire vágynak, vagy érdekli őket? Legjobban a nóta érdekli őket, a népdal. Azt nagyon szívesen hallgatják is, meg maguk is énekelnek. Úgyhogy az első tavaly nyári programunk az volt, amikor Ágoston Anita nóta énekes érkezett az intézményünkben. Az idő is kellemes volt, úgyhogy lehetőségünk volt, hogy egy kinti kerti parti keretében, egy bográcsozás mellett, nóta szó mellett készültünk az ebédhez. De októberben Nádasdy László nóta énekes fogadhattunk, amikor egyrészt ünnepeltük a intézményünk 20 éves jubileumi jutalmát, és ez ugye része is volt az október, az idősek hónapja programjának. Egyébként nagyon érdeklődőek az idősek. Bizonyára nagyon szívesen fogadtak volna gyermekfellépőket is, de ez a tavalyi év során sajnos nem került sor. Reméljük, hogy az idén már erre sor kerülhet. Nagyon szeretnek kártyázni, társasjátékozni, kézműves foglalkozáson részt venni, de ezen túlmenően különböző fejlesztő foglalkozásokat is tart a kolléganő számukra, amely a beszédközpont, az emlékezet, emlékezés hatnak különböző fejlesztő foglalkozások, szójátékok, bármi, ami mondhatnám majdnem olyan sokszor a hangulat, mintha iskolában lennénk, mert ilyen egyszerűbb kis számtani, nyelvtani feladatokat is megoldanak. Történeteket olvas a kolléganő számukra, és akkor ezt így megbeszélik, szoktak ilyen kis lelki beszélgetések is lenni. Nagyon szeretik a filmvetítést, úgyhogy a legváltozatosabb dolgokat próbáljuk nekik biztosítani, és fogékonyak mindenre. Tehát tulajdonképpen, és azt nem mondanám, hogy majdnem mindegy nekik, de tulajdonképpen mindegy, mert nagyon készségesek minden új dologra. Jelenleg hány lakója van az otthonnak, és milyen korosztály lehet ezt így kategorizálni, hogy hány évestől, hány éves korig vannak itt leginkább urak, illetve hölgyek? 52 férőhelyes az intézmény, 13 férfi lakónk van, és 39 hölgy lakónk. Az átlag életkor 89 év, a legidősebb lakónk pedig 98 éves. Hogy hány éves a legfiatalabb, most ez a kérdés megfogott, most erre 65 körül van a legfiatalabb lakónk. Akik bekerülnek, családi indítatásból kerülnek be, mert egyedül maradnak, vagy van, aki esetleg saját maga dönt úgy, ugye, mint hogyha múlt héten Esztike néni tekintetében a szépkorú köszöntés alkalmával
mintha ez elhangzott volna, hogy neki is megvan még a háza, vissza is jár néha, de mégis inkább itt szeretne lenni. Ez jellemző? Tulajdonképpen vegyes, jellemző mind a kettő. Nagyon sok lakónk került úgy be az intézményben, hogy saját maguk döntöttek úgy, hogy beköltöznek az intézményben, mert választják a biztonságos életformát. Itt állandó figyelem alatt vannak, rendszeres orvosi felügyelet van, és ugye a család az dolgozik, mindenki éli a maga életét. A generációk már nem tudják, a fiatalabb generációk nem tudják már biztosítani az időszülő gondozását úgy, mint ahogy ez régebben, nagyanyáink idején volt. Van, amikor a család tart igényt arra, hogy az idős szülőt szeretnék beadni az otthonban. Itt már leginkább azok, akik több alapbetegséggel küzdenek, vagy demens betegek, és hát bizony a család kimerül. Nehéz megoldani, különösen munka mellett, hogy ezt az állandó 24 órás felügyeletet biztosítsák, és ott a család fogalmazza meg leginkább, hogy szeretnék, ha hozzátartozójuk bekerülne, de nagyon sokszor maguk az orvosok, a kórházi orvosok is már javasolják egy-egy kórházi kezelés alkalmával, hogy sajnos a hozzátartozójuk a továbbiakban 24 órás felügyeletre szorul, és keresenek idős otthoni elhelyezést. Viszont ez nagyon nehéz, ismerve ezt a helyzetet. A legtöbb intézményben várakozó lista van, mert hogyha megüresedik egy hely, akkor a várólistáról választjuk meg, hogy ki a következő kérelmező, aki bekerülhet az intézményben. Van, aki még ezt egyelőre visszautasítja, mert még egyelőre úgy érzi, hogy nem akar beköltözni. Nagyon sokan hosszú távú elképzelésként adják be a kérelmet. Most így egyik gondolatomat öltöm a másikban. Több éves kérelmeket tartunk nyilván. Ezzel akarják biztosítani saját maguknak az idősek, hogyha egy váratlan helyzet áll fent az egészségi állapotukban, akkor bízva abban, hogy már a kérelmük hosszú évek óta bent van, hogy akkor az elsőbséget élvez, és hamarabb bejutnak az intézményben. Tehát tulajdonképpen a legváltozatosabb helyzetek fordulnak elő. Intézményvezető asszony elhivatottsággal és nagy szeretettel terelgeti ezt az intézményt, illetve a bentlakókat. Mégis megkérdezném, hogy vezetőként van-e valami olyan álma, amit szeretnéd megvalósítani, vagy másképp csinálni, ha lenne rá lehetőség? Ennek az intézménynek a létrejöttét első perctől kezdve figyelemmel tudom kísérni. Úgyis, mint itt dolgozó, és van egy sajátos helyzet, hát ez most akkor így, már úgyis tudja mindenki, hogy én itt lakom a szomszédban. Nyilván ez nagy könnyebbséget jelent az intézmény számára, bármi probléma van, azonnal elérhető vagyok, és át is tudok jönni, és ezt teszem is akár hétvégén is, vagy ünnepnapon is. És ennek az intézménynek a bővítése is, amelyben 2012-ben került sor, a pályázata előkészítésében részt vettem. És hát nyilván gyerekemnek érzem ezt az intézményt, és amíg lehet, szeretném is figyelemmel kísérni majd ennek az intézménynek a működését, mert akkor is, hogyha nem fogok itt dolgozni. Amelyek most a legfontosabb feladataink, az éppen most így gondolkoztam el, hogy 20 éve működik az intézmény, és készülhetne egy átfogó intézményfejlesztési terv, akár az elkövetkező 20 évre, és akkor itt megfogalmazásra kerülhetnek mind a rövid, középtávú és hosszú távú célok. Nyilván a rövid távú célok között az infrastruktúra kis apró fejlesztéseire gondolok. Szükségünk lenne a régi bútorok cseréjére, a gyógyászati segédeszközök folyamatos bővítésére, itt gondolok ilyen gyógyászati ágyakra, vagy szanatórium ágyakra, amelyek több funkciósak, és ezek ugye nyilván nem csak a fekvő betegek kényelmét szolgálják, hanem a munkatársak munkavégzését is nagyban segítik.
elképzeléseim között szerepel az udvarnak az átalakítása, hogy minél több funkcióban tudják azt az időseink kihasználni. Úgymond egy ilyen mini rekreációs parkot képzelnék el, udvari játékokkal, olyan díszítő elemekkel, amelyek arra inspirálják az időseinket, hogy sétáljanak az udvaron, nézelődjenek, kiüljenek, kint is beszélgessenek, kinti tevékenységeket minél inkább gyakoroljanak, amint majd az időjárás ezt lehetővé teszi. Hosszú távú elképzelések kapcsán pedig az infrastruktúra egy nagyobb volumenű fejlesztésére lenne sor. Miután egy 20 éves épületről van szó, azért majd itt már következik majd a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtés korszerűsítés, akár a napelem igénybevételével a melegvíz szolgáltatás. Tehát mint ahogy egy családi háznál is már 30 év után egy tető felújításra szorul, majd azért itt ebben az épületnél is ez aktuálissá fog válni, és hát nyilván el kell mennünk abba az irányba, amelyek most a mostani tudomány és lehetőségek adottak számunkra, és reméljük, hogy ezzel majd tudunk is élni. Nyilván ehhez már azért egy komolyabb pályázati támogatásra is szükségünk lesz, amelyet most az utóbbi években nem nagyon részesültek a bentlakásos intézmények. Az én tapasztalatom az, hogy a szakellátás az idős otthonok vonatkozásában nem volt, vagy ha volt is, nagyon kevés pályázati lehetőség. Most a pandémia kapcsán nagyobb figyelmet kaptak az idős otthonok, és lehetett hallani arról, hogy a kormányzat ígért férőhely bővítést, de azt is leginkább az egyházi otthonok számára, és az igazi nagy fejlődés az azt jelenthetné, még ennek az intézménynek is, bár most már ugye itt a helyi adottságok nagyon korlátozottak, de egy új helyen egy még nagyobb intézmény megvalósulása lenne az igazi, mert egyre nagyobb az igény az idős otthoni elhelyezésre. Tehát ugye a mostani életünk arra prezentál bennünket, hogy mindenki dolgozik, mindenki a saját családjának a családjával van elfoglalva, a saját megélhetésével, és egyre kevesebb lesz az, hogy családon belül meg tudják ott oldani az idős otthoni elhelyezést, úgyhogy jó lenne, hogyha a kormányzati szinten is nagyobb szerepet kapnának az idős otthonok, és ezek nagyobb figyelmet kapnának, mert azt gondolom, hogy már érezhető a probléma, hisz minden intézményben nagyon komoly várakozói létszám van, és ez egyre inkább problémát fog jelenteni hosszú távon is.